Horváth Péter a Révai Gimnázium igazgatója és egyben a Nemzeti Pedagóguskar elnökek kapott hideget-meleget az elmúlt napokban, pedig a közoktatás problémáit, amit a miskolciak megfogalmaztak, a Nemzeti Pedagóguskar is folyamatosan kommunikált a tárca felé, de nem vették komolyan a szervezet véleményét. Úgy gondolták pedagógusok egy része és az intézmények egy része, hogy ha már ezt valaki kimondta, akkor, akkor annyiban csatlakozzunk hozzá, hogy ezek jogos problémák. És de szerintem egyébként összességében nincsen semmi baj, és azt gondolom, hogy ezt az ágazat irányítása sem mondta, és mondja most sem, hogy minden rendben van, hanem a számukra is egy erőteljesebb jelzés érkezett, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozni kell. Nyilván, mint nemzeti pedagóguskar, azt gondolom, hogy ezeket a problémákat egyébként mi is közvetítettük sok esetben a minisztériumba, az államtitkárság felé. Úgy látszik, kellett egy erősebb impulzus ahhoz, hogy felgyorsítsuk a folyamatok, mert azt nem feltételezem, hogy egyébként nem akartak volna foglalkozni vele. A pedagóguskar gyakorlati tapasztalatokkal próbálja segíteni az ágazat átalakítását, javaslatokat kívánnak tenni az intézményfenntartó központtal összefüggésben is, hogy milyen módon lehetne javítani a működését. Az elnök hozzátette munkájuk, akkor lesz igazán hatékony, ha a pedagógus társadalom elfogadja és segíti a kar működését. Nekem egyértelműen az a célom, és az a feladatom is úgy gondolom, hogy megpróbáljam azt a bizalmat megszerezni a pedagóguskar számára, hogy ezeket a problémákat legerőteljesebben a pedagóguskar tudja közöteni, és olyan erővel, hogy valóban a minisztériumban az állatirányításban olyan komolysággal vegyék, amilyen súlyúak ezek a problémák. Nyilván, mivel a pedagóguskar maga az alakulása nem volt túlságosan szerencsés, ellenérzéseket keltett az emberekbe, én azt kérem mindenkitől, hogy az érzelmeik helyett, most már inkább próbálnak az értelmükre hallgatni, a kötelezőség helyett a lehetőséget lássák meg a karba, hogy a karon keresztül, akinek lehetősége van ezeket tovább. Adni, hivatalos módon, hivatalos helyekre próbálják érvényesíteni az érdekeiket, és én azt tudom ígérni, hogy ezeket tényleg teljes energiámmal megpróbálom úgy közvetíteni, ahogy ezek valóban megjelennek, és megpróbálok úgy tenni, hogy ezek valóban változzanak is. Horváth Péter szerint a nyugdíjba vonuló pedagógusok álláshelyének betöltése jelenleg nem megoldott, ezen is szeretnének változtatni. Szorgalmazta a tananyag tartalom felülvizsgálatát, többek között annak áttekintését, hogy milyen arányban szerepeljen a tananyagban a kompetenciafejlesztés, illetve hogyan jelenjenek meg a munkaerőpiaci elvárások. Ha ezt elvégzik, akkor van lehetőség akár a diákok óra számának csökkentésére.